Köszönöm szépen. Az év szekszárdi rendőre díjat veszi át Kovács Marian Ács Rezsőtől, a város polgármesterétől. Az őrnagyként dolgozó rendőrnő a közrendvédelmi szakterületen végzett munkájáért kapta az önkormányzat elismerését. 24 éve, amit itt a rendőrségen töltöttem, annak a méltó megkoronázása ez a jutalom. Úgyhogy hatalmas motiváló erőt ad nekem a közeljövőre nézve. És hát nagyon-nagyon örülök neki természetesen. Márton Róbert rendőrőr nagy a szekszárdi rendőrkapitányság nyomozó alosztályát vezeti. Ő a bűnügyi szakterületen végzett munkájáért vehette át az elismerést. Az elismerések mindig egy időszaknak a lezárását jelentik, és egy újnak a kezdetét. Ez az új kezdet, ez mindig egy töltettel indul ilyenkor. Nyilván mindenki szerintem ezt így éli meg. Nekem is ez egy jól eső érzés. Szekszárdon hagyomány, hogy az önkormányzat mellett a helyi Szőlőszem Egyesület is minden évben díjaz egy rendőrt. Idén az elismerést Balázs Bálint kapta, aki 2004 óta dolgozik a szekszárdi rendőrkapitányság hivatásos állományában. Ács Rezső, a város polgármestere azt mondja, fontos, hogy minden évben elismerjék azok munkáját, akik Szekszárd lakóinak biztonságáért dolgoznak. Odafigyelünk azokra az emberekre, akik itt dolgoznak, akik tesznek a közét, akár csak hivatásszerűen is. És az időnként meg kell állni, és azt mondani, hogy köszönjük szépen, ezt a munkát mi szeretnénk elismerni, nem csak annyit végeztek el, amennyi éppen kell ahhoz, hogy a mindennapokat valamilyen formában meg tudjuk élni, hanem kicsit többet tesztek hozzá. Szekszárdon az év rendőre díjazottjait a város polgármestere minden évben a helyi rendőrkapitányság vezetőjével egyeztetve választja ki.